Idén is igazi program kavalkáddal várják az érdeklődőket az Ügető Szilveszteren a Kincsen Parkban. A kapukat 12 órakor nyitják a szervezők, és felsorolni is nehéz azt a rengeteg futamot, kiegészítő eseményt, amelyel igyekeznek szórakoztatni a kilátogatókat. Bénimet Péternek érkeztek vendégei. Nem is kevesen. Haladjunk akkor jobbról balra. Fazekas Imre 1701 versenyt nyert hajtó. Krebs András, a Kincsen Park ügyvezető helyettese, és Szekeres Péter kollégám, az M4 Sport kommentátora és riportere. Én nem bántam volna, hogyha néhány másodperccel ezelőtt suttyomba bekapcsolódunk ebbe a beszélgetésbe, mert itt az urak egymás között már beszélték, hogy akkor ki hol hajt és milyen lovat. Ennyire izgalmas az egész, András? Abszolút nagyon izgalmas, és mi már nagyon várjuk, és én azért örülök ennek a beszélgetésnek, mert az Ügető Szilveszteren mindig kihangsúlyozzuk itt a show részét, a meghívott hajtókat, hiszen azért ők is kellenek, hogy emeljék az esemény fényét, és Péter vagy Olivér, aki ugye kollega, szintén nyert már versenyt, nagyon fontos, hogy ott vannak a többiekkel, de egy igazi nagyságot hoztunk magunkkal, a sportág legendáját, Fazekas Imrét. Péter tavaly megnyerte a versenyt, címvédő egyet nyert, Fazekas Imre 1701-nél jár, úgyhogy azt hiszem, hogy ha itt van velünk, akkor azzal bizonyítjuk, hogy ez egy kőkemény és egy fantasztikus sport. Na, ha megengeded, akkor folytassuk Imrével. Kérem is. Az 1701 közül melyik volt a legemlékezetesebb, meg hány született Ügető Szilveszteren? Emlékszik-e erre? Az első derbi győzelem az a legemlékezetesebb, Detroit nevű lóval nyertem, és azért is emlékezetes, mert nem nálam volt idomításában, csak a derbi előtt egy hónappal került hozzám. És mindig voltak problémák, hibázott, ugrott verseny közben, és ezt sikerült korrigálnom, és a derbi győzelmet megnyerni. Milyen reményekkel vág neki az idei Ügető Szilveszternek? Lesz-e 1702-dik? Nagyon bízom benne, hogy lesz, mert hajtom azt a lovat is, aki a 1700. győzelmemet sikerült behúzni, és most ismét starthoz állunk vele. Úgy hívják Éjjeli Hölgy. Éjjeli Hölggyel fognak starthoz állni. A Péter, imént említette már András, hogy tavaly ugye sikerült megnyerned az egyik, és kikötötted, hogy ne azt mondjuk, hogy celeb kategóriát, hanem semmi. Újságíró, közszereplő, sportoló kategóriát. Hát ugye sportolók kapcsán mindig felszoktuk tenni azt a kérdést, hogy elhódítani a címet nehezebb, vagy megvédeni. Hogyan készülsz az idei Ügető Szilveszterre? Azt mondtad most, hogy jó lett volna bekapcsolódni a beszélgetésbe. Andris rögtön kérdezte, hogy melyik lovat hajtom, mondtam, hogy Bossit, akkor rögtön lehűtött, hogy akkor nem kell izgulni attól, hogy lesz címvédés. Igen, ez komoly? Igen, való igaz, hiszen Kolos László az idomárom, akivel gyakorolok már november óta, meg gyakorlatilag évről évre az ő istálójában készülök. És most is azt mondtam. Elárultál egy kulisszatitkot, hogy gyakorlás van. Kötelező. Aha. Tehát meg kell ismerkedni a lóval, magával, a hajtással. Nekem valami kis kapcsolatom van a lóval, hiszen gyerekkorom óta öttusáztam, és a mai napig találkozom lovakkal hetente, de ez azért egy egészen más. Itt a közös többszörös mindig a ló, és egy elképesztő élmény az, hogy most mögötte vagy, teljesen más szemszögből látod a lovat, mint amikor ülsz rajta. Saját választás, Bossi? Jó, nem, ilyenkor megvannak a szabályok, és akkor az idomár felajánlja, hogy van lehetőség, hogy Bossival, illetve volt még egy másik ló, és akkor mondta, hogy hát nem a legsanszosabb, így mondják egyébként lovas nyelven, nem a legsanszosabb ló Bossi, de mondtam, hogy a részvétel a fontos, nem az, hogy megvédjük a címünket, vagy megvédjem a címemet. Az Ügető Szilveszteren lesz póni futam, én ezt jól mondom, aztán lesz ügető futam több is, számos kiegészítő program, és az est zárásaként, este 8 óráig tartanak a programok, agárverseny. Melyik a legnépszerűbb? Ugye délben van kapunyítás. Én azt gondolom, hogy valaki megeszi otthon a déli ebédet, és aztán tele pocakkal kisétál, de nem is feltétlenül kell, hogy tele legyen a pocakja. Nem feltétlen. Tehát ez egy jó 8 órás program, de nem kell megérni, mert általában rajton kívül azért egyben 8 órát kevesen vannak a Kincsen Parkban, ilyenkor pedig akkor is egy fantasztikus dolog. Tehát a kisgyermekesek érkeznek majd 12-kor, 1-kor, és nagyon jó lesz az időjárás, úgy hallottuk, sütni fog a nap, nem lesz csapadék, de azért érdemes rétegesen fölöltözni. Gyerekpóni galoppversenyekkel kezdünk, ez az utánpótlás számára is fantasztikus és jó dolog, hogy a gyerekek megmutatkoznak, aztán jönnek a profik, jön Fazekas Imre és jön a többi kollega, akik már rendes hivatalos versenyben hajtanak, általában fél óránként, 35 percenként, 40 percenként futam, aztán amikor a nap közepén Péterék is színre lépnek, a színészek, sportújságírók, sportolók, nekik lesz két futam,
többek között azért, hogy legalább minden évben legyen két nyerőnk, mert ugye mindenki nyerni tanúsítom. Szeretne, és hát mit tudok ilyenkor, amikor hívom őket össze, hogy gyertek, hát természetesen az esély megvan rá, hogy nyerni fogtok, de egyébként Péter tavaly sem egy kiugróan jó esélyű lóval nyert, nem egy nagyon jó startot vett, tehát bosszival is simán ezt nyerhet. Ezt nem áruljuk el senkinek. Tehát bosszival is simán nyerhet, aztán megyünk tovább, jönnek az egyre rangosabb versenyek, napi főverseny, ahol komolyabb a verseny, de ott ismét Fazekas Imre és a kollégák szerepben, 8-10-12 lovas mezőnyök, és akkor a nap végén lesz még három agár verseny, 8 óra körül, általában 2-3 órát szoktak kint lenni a családok, baráti társaságok, ha nagyon hideg van, akkor jobban pörög a csapat, most szerintem nagyon ideális időnk lesz majd, 3-4 fok pluszban, akár napközben is. Imre Péter itt az imént említette, hogy hát azért neki kell készülnie november óta. Önnek kell-e készülnie 1701 győzelemmel a háta mögött? Persze, én naponta tréningezek. Na most úgy értem, hogy külön az ügető szilveszterre. Hát igen, megvannak az előzetes programok, úgyhogy már előtte feltérképezzük, hogy milyen lehetőségeink vannak indulót adni, és ez alapján hozzuk meg a döntést, hogy milyen lovaink indulnak a szilveszter napján. Önnek a ló a saját választás? Mert Péteré nem az. Őnek adtak egyet, ő ezt köszönettel elfogadta, nekem, és azzal fog nyerni. Igen, nekem van a saját idomításomba ló, amiket én menedzselek és én indítok, és a prolongistálónak van pár lova, amit én hajtok versenybe, azokat is én menedzselem, lehetőleg minél eredményesebben szerepeljünk. Hogyan kell elképzelni a napját? Tehát azt imént említette András, hogy két futamban, ha mindenik, a kettőben biztos, hogy fog szerepelni. Mennyivel előtte érkezik, és mit csinál, mi a napi rutin? Be kell előtte melegíteni? Igen, én reggel 5:30 kezdek. Jó, rendben. Végignézem a lovaimat, megetetem őket, jön a kis lovászlány, kirakjuk őket a karámba, elkezdem tréningezni a napi tréningezni való lovakat, majd dél körül átnézem azokat a lovakat, amik versenybe indulnak, hogy a patkók rendben legyenek, és aztán megkezdjük a versenyre való felkészülést. Tehát ez egy hosszas procedúra. Péter, csak néhány nevet a futamodból. Torgele Sándor, Ungvári Miklós, Szuper Levente, hogy másokat ne is említsek. Én nagyon irigyellek, mert ilyen nevekkel egy névsorban szerepelni, és őket nyilvánvalóan legyőzni, nem akármilyen feladat. Izgulsz? Igen. És a legnagyobb izgalom mindig a rajt előtti pillanatokban van, amikor már ott vagyunk kint, és bemutatják a hajtókat, és egymás mellett ülünk a szulkiban, és összemosolygunk, egy-egy biztató szót mondunk az egyik vagy másik hajtónak, és aztán utána odaállunk a rajtgéphez, elindul az autó, na és akkor szerintem a szívdobogását mindenki a fülében hallja. És hát megerősíti szerintem az Imre is, hogy a rajta legesleg fontosabb az egész hajtásban, meg aztán utána, hogy végésznél legyen az ember. És utána, amikor megérkezünk, akkor óriási sztorizások szoktak lenni mindig, hiszen mindenki elmondja, hogy az alatt a 2,5 perc alatt milyen emlékei voltak, mire emlékszik, hol rontott el, hol volt nagyon jó, mennyire befolyásolt a másik teljesítménye, szóval ez egy szuper élmény. Mit tudunk abból átadni a nézőknek, hogy egy ilyen mezőnyben milyen érzés nyerni? Van lényege a győzelemnek? Sportolók, így mondtad, talán én is annak vallom magam, és az Andrissal nagyon sokszor beszélgettünk a futamok után, mikor voltam, ez lesz a negyedik vagy ötödik alkalom, amikor ott vagyok, és mindig elmondjuk a véleményünket, és azt mondtam tavaly is, hogy nagyon jó indulni az ügető szilveszteren, de egyen jobb nyerni. Uraim, ez a végszó. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Köszönjük szépen. Köszönjük mindenkit.